Sziasztok! Rák újhold, ez a mai téma, és azért különleges ez a mostani újhold, mert a liliteken, a három lilit közül kettőn találjuk, és a harmadik is viszonylag prominens. Mi is a rák? A rák az anyaság, a gondoskodó elv, a család jegye, és hogyha megnézed az emberi válás asztrológiai ösvényét, akkor azt láthatod, hogy a négy őselemmel való találkozás egy nagyon szigorú rend szerint történik, amikor a lélek elhatározza, hogy testet ölt, hogy önálló sorsot választ magának, és leérkezik ide a harmadik dimenzióba, akkor először is ehhez akaratra és vágyra van szüksége, ezt szimbolizálja a kos, ugye a legeslegelső jegy. És ahogy beérkezik ide a harmadik dimenzió terébe, fogva ejti az anyag maga, ez ugye ez a bikában történik meg, az érzékszervek topzódása, a harmónia keresése, a birtoklási vágy. Ehhez tehát a bika állomása, a föld. Tehát a tűzből a földbe érkezünk, majd elkezd bennünket érdekelni egy csomó minden, elkezdjük áramoltatni az információkat és befogadni, ez az ikrek állomása, levegő. Tehát láthatod, hogy tűz, föld, levegő, ez a három fő sorrend, és aztán a negyedik, és csak is a negyedik az érzelmek. Tehát a rák újhold azért érdekes, hiszen minden újhold valaminek a kezdete, mert itt életet lehet adni valaminek. Nézzük meg, hogy minek lehet életet adni. Ha a Budapestre felállított képletre rápillantatok, akkor azt látjátok, hogy tűpontosan az újhold emelkedik az aszcendensen. Tehát nem csak, hogy rák, nap, rák, hold áll a rendelkezésünkre, hanem még ráadásul a rák az aszcendens is, tehát mind a három személyiség előrő a rákban van. Ez egy óriási dolog, nagyon-nagyon ritka. Amúgy, amikor mindhárom személyiség előrő egy elembe tartozik, az nagyon-nagyon egységúvá teszi a személyiséget. Nagyon szemellenzőssé, és érdekes dolgok történnek. Annyit árulok el nektek, hogyha lesz ilyen hasonló, akkor persze fogok magyarul augusztusban is beszélni, de mivel ennek a tétidőnek a három személyiség jelölője a vízben van, ráadásul mindegyik a rákban, ezért annyit mesélek el nektek, hogy a rákot, egyáltalán a vizet nagyon-nagyon nehéz megérteni, mert minden a felszín alatt van. Tehát a víz, az érzelmek hullámzása, az nem kiismerhető. Miközben ugye az ember a fizikai test állapotában 80%-ban vizet tartalmaz, ahogy öregszünk, ez egyre kevésbé van így, de minden esetre ezért kell az öregeket itatni. És hogyha megnézed a földanyát, magát a föld szerkezetét, annak is 70-80%-át víz borítja az óceánok. Tehát ez egy izgalmas dolog, tehát ugye tudjuk, hogy a vizet programozni lehet, a víz nélkül meghalunk körülbelül 2 nap alatt, 2,5-3 nap alatt, tehát a víz az éltető erő, az éltető érzelmek, és ez az, aminek most életet tudunk adni. De igen, ez viszont ez az új hold, ez rajta van egyrészt a fekete hold liten, ugye a Lilith mítosz harmadik mozzanata, bátorság, becsület, tisztesség, helytállás, tudás, ennek a tudásnak az átadása és a tisztánlátás, ez szimbolizálja a harmadik Lilith, és ott van nagyon-nagyon közel, ha megnézitek, talán olyan 3-4 foknyira, 3,5 foknyira, az aszteroidalit, a lázadás az igazságtalanság ellen. Hát ez az egyik érdekesség ennek a reggel egyébként 4 óra 52 perckor bepontosodó június 29-ének a reggelén bepontosodó rák újholdnak. Nézzük meg a többi fókuszpontot. A leszálló holdcsomó, ami a megélt karmikus viselkedési minta, a karmikus tapasztalatok összessége, arra kerül az a Budapestre kiszámolt télidő vertexe, az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja. Ez elgondolkodhat bennünket, hogy milyen hibákat követtünk el a régiségben, mi az, amit kollektívan és a saját egyéni szintjeinken is, hát olyasmit tettünk, ami aztán elsodott bennünket egy irányíthatatlan irányba. És hogyha nem megnézed, akkor ennek az egész képetnek ez a fókuszpontja, tehát ilyen nagyon érdekesen terítődik ugye az összes többi égi test és képletpont, és mint hogyha ez a leszálló, a múlt, ugye a megélt karmikus viselkedési, mint a karmikus tapasztalatok összessége és az irányíthatatlan folyamatok pontja mindezzel szembeállnak. Az MC-n a budapesti téridő pillanatban a Vesta emelkedik. Mit tehetünk ezzel a rák újholdon? Ráfókuszálhatunk a jövőnkre, a hivatás életi karrier pontján kívül egy téridő pillanatnál általában a jövőként fejtjük ezt a pontot. Itt van az a felezőpont szerkezet, ami már a június 21-i rák
napfordulónál is ott volt, tehát a nyári napfordulónál, ugye a naprákba lépésekor, azt láthatod, hogy már a Neptunusz éppen visszafordult, tehát szinte egy helyben állt azóta is, és a Neptunusz ugye az álmok, a transzcendencia, a tiszta fény, a megérzések és a művészeteknek a bolygója, a Juno pedig a hivatalos társ, a First Lady archetípusa, és köztük van az Astrea, a karmatörés sorsváltoztatás égítés. Ez egy felezőpont szerkezet, tehát a Juno Neptunusz felezőponton az Astrea áll, a sorsváltoztatás. A fekete hold Lilith, mondtam, hogy mindegyik Lilith prominens, a fekete hold Lilith van az aszcendensen, meg az Astrea Lilith egy kicsit a távol tőlük, már távolodó mozgásban, de akkor is tulajdonképpen mindegyikben pontosodik, a fekete hold Lilith-től valóban távolodik, viszont a hold az pár órán belül beéri, még aznap, tehát még az új hold napján, a nap pedig 3-4 napon belül, inkább 5 napon belül, mert a Lilith is megy előre, szintén be fogja érni és egyesül vele. A sötét hold viszont az átok magunkra vétele, az viszont a Jupiterrel áll egy befontosodó konjunkcióban. Tehát ez a téridő pillanat kifejezi azt, hogy higgyél magadban, bízzál önmagadban, bízzál a harcaidban, bízzál a jövődben, 10-es házban van mindez, és nem érdekeljen azt, hogy ki átkoz meg, mert milyen átkoz szólnak. Látok, nekem állandó kalandjaim vannak, én nem tudom, hogy miért, és rendszerint férfiak azok, akik folyamatosan ki akarnak oktatni engem. Ilyenek a videóim, azt ne csináljam, ezt ne, gyerekek, nem kérem. Tényleg nem kérem, pontosan elég öreg vagyok hozzá, ha tetszik, amit csinálok, boldog vagyok, ha meghallgatjátok, ha nem, bőven van annyi tanítványom, ez elsősorban amúgy is a tanítványoknak szól. Tehát, ha őket érdekli, tök jó, ha tudsz belőle épülni, gazdagodni, nézd meg, ne akar kioktatni, nem érdekel. Hidd el, totálisan lepereg rólam, és ilyenkor átmegyek agresszív malackába, és elküldöm alá farkába az illetőt, mert tényleg nem érdekel, hogy nem érdekel, és nem fogok megváltozni, ez nagyon fontos. Semmi kedvem megváltozni, egész egyszerűen azért nem, mert nagyon sokat tettem azért, hogy idáig eljussak, éppen ezért nem fogjátok tudni kihúzni alól a szőnyeget, kedves fiatal barátaim, mert főleg ezek ugye általában ilyen ifjú titánok. Na mindegy. A háború jelzője bizony nagyon-nagyon intenzíven ott van, a Mars Eris konjunkció, tehát ez a háborús cselekmények, a kiborulás. Egyébként két évente ott van, tehát ezen se kell nagyon, hogy mondjam, konzekvenciákat levonni. Az örök harc szimbóluma ez, két évente a Mars együtt fog állni egyáltalán mindennel a születési képletben, meg körbejárja a képletet, és természetesen az Eris, amiért mozdulatlanként ott van, nyilvánvalóan két évente egy tűpontos konjunkciót látható, most is, itt az a különleges, ugye, hogy a Mars is a saját jegyében van, az Erisnek már vagy 80 éve ott van. Tehát ez a drasztikusan megváltozó külső körülmények miatti harcok. De ha megfigyelitek, a Chiron felezőpontra kerül, méghozzá az egyik oldalról a Chiron-Mars konjunkció, a másik oldalon viszont a sötét hold Lilith. Mit is fejez ki akkor ez a téridő pillanat? Sőt, hát a Jupiter nincsen már benne, mert az túl tág, de nagyjából szemértékre nézve, hát lehet, hogy ott van. Mindegy, azt mondhatjuk, hogy a Chiron-Mars és a fekete hold, a sötét hold Jupiter felezőjén ott a Chiron, az Eris Mars, bocsánat, napkezdem előről, tehát az Eris Mars konjunkció és a sötét hold Jupiter konjunkció között közé kerül be a karmikus sebek égítése. Tehát erre figyeljetek, ezek fognak most előjönni, előjöhet valami fajta átok, veszekedés, balhé, küzdelmek, a nehéz körülmények, amik változnak. Tervezek egy sorozatot, az lesz, hogy a túlélés lesz a címe, tehát hogyan éljük túl, vagy hogyan... Tehát mit tegyünk a túléléskor, még nem tudom, valami frappáns címet keresek, de hamarosan belekezdek ebbe is, mert legalább 7-8 sorozatot akarok megmutatni, hogy mi az, amit tehetsz a mostani meglehetősen kalandos körülmények között. És akkor azt látod, hogy a bikában még mindig ott van a traffic jam, a Vénusz már kiszabadult belőle, tehát hogyha összehasonlítod ezt a videót, vagy ezt a képletet a napfordulónak, a nyári napfordulónak a képletével, akkor azt láthatod, hogy ott a Vénusz volt a Szednán, most már Pallas Athéné közelít a Szednához, tehát ez egész évre vonatkozó, hogy mondjam, utasítás vagy javaslat az volt, hogy a pénzügyeidet, a harmóniateremtő képességeidet, az érzelmeidet rendezd újra, vagy nézd meg, vizsgáld meg azt, hogy mi nem jó az érzelmeidben, a Vénusszal kapcsolatos dolgaidban, és azt rendezd, azt teremtsd újra. Most viszont a Pallas Athéné közelít a Szednához, az meg azt mondja, hogy legyél már bölcs. Tehát a bölcsesség, a gondolkodás szegmenseit kellene újra teremtenünk.
A felszálló pedig a Bikában van, még legalább egy olyan 7-8 hónapig ott van, tehát ezzel nincsen gond ilyen szempontból. A Merkur még mindig az ikrekben, a saját jegyében, pillanatokon belül át fog rohanni rajta egyébként, tehát még egy hangsúly van, amit nem akartam bekarikázni, de a Budapestre felállított képletben nem csak a hold van a rákban, hanem a szerez, a gondoskodó elv, anyáskodás, táplálkozás kisbolygója is, és az egyes házban, tehát valóban ez a téridő a családról, meg a szeretteinkről szól. Találsz egy komplex fényszögképet a budapesti képletben, amiben a tengelyek is benne vannak, tehát létrejön a tengelyek között egy misztikus négyszög, ez mindig egy hatalmas nagy áldás. Önmagában a vesztát láthatod, hogy trigont vett erre a négyes konjunkcióra, tehát fókuszálj rá az újholdra, fókuszálj rá arra is, hogy mi az igazságtalanság, ugye? Lázadj föl ellene, de legyél okos, legyél bölcs, álljál helyt, figyelj oda gyakorlatilag, hogy mi az, ami fontos az életedben, és arra koncentrálj. És ez emelkedik tehát a téli időpillanatban. És azt láthatod, hogy van egy feszült trapéz, ugye attól feszült a trapéz, hogy az oldali kvadrátok, ugye az oldalak a trapéznél mindig a feljutást segítik, tehát azt az utat mutatják meg, hogy hogyan tudok én az egésznek a tetejére állni, tehát mi a színpad. A színpad itt jelenleg a Vénusz Jupiter szextil, amiben a sötét hold is beleszól, tehát a kis és nagy szerencse égitestje kapcsolódik össze egy szextilbe, ez gyönyörű, de a világ színpad két oldalát, az egy kardinális kvadrát és egy változó kvadrát alkotja, az a talapzatot pedig az IC descendens trigon, tehát ez csak a budapesti téridőben van ott, a belvilágát a trapéznak pedig két kvinkunksz adja, szintén a tengelyekhez menő kvinkunksz. Megint megcsináltam Londonra is, hogyha valaki tud angolul és érdekli a téridő, akkor nézzétek meg, elvész ez a feszült trapéz, mert ott más van. Tehát ott más az aszcendens, ott még azt hiszem talán ikrek aszcendens van. Nézzük meg a transzcendens égitesteket ehhez a téridőhöz. Azzal kezdem, hogy itt nagyon élesen el kell választani, mivel egy fok az orbisz, egy maximum másfél fok a transzcendens égitesteknél az orbisz, az állócsillagoknál szigorúan egy fok. Ezért az a lényege, hogy a nap-hold aszcendenshez tartozik, még fekete holdhoz is, tartozik az Abundancia nevű aszteroida, bőség, és a Mirzam, ami a nagykutyának a bétája, és a Siriusnak a beharangozását jelentette annak idején az egyiptomiaknál. Tehát egy hírvívő csillag, tehát valamilyen fontos hírt kaphatunk, vagy figyeljünk a hírekre, tulajdonképpen ezt is jelezheti. Ugyanakkor az aszteroida Liliten van rengeteg-rengeteg égitest, Galahad a lovag, Plato a filozófus, Ginevra a társ, az elkötelezett társ, Hórus az első fáraó, ugye a gyermek, aki legyőzi a sötétséget, Eheklusz a munkán és íráson alakuló önérzet, illetve olyan dilemmákat mutat az Eheklusz, amikor a valóság és az igazság kerül oda, és nem tud megállapítani, hogy a kettő közül melyik az igaz. Szoktam mondani, hogy a valóság az bennünk van, mi teremtjük meg, igen, és mi vetítjük ki, de attól még nem biztos, hogy igazság lesz. Ugye nézzétek meg az igazság-valóság sorozatomat, ott elég sokat említettem erről. És a Mepsuta, ami az ikrek térde, tehát az ikrek csillagképnél Kasztor térde, mi is a térd, ugye az önbizalom szimbóluma és az alázat szimbóluma is. Ugye milyen érdekes, hogy a két héttel ezelőtt volt ez az angol-magyar meccs, és a kretén angolok egyfolytában térdelnek, mintha abból bármit is jóvá lehetne tenni. És íme a mostani újholdnál, nem is a napholdnál, csak a Lilithnél, de azért a Lilith kapcsolódik az újholdhoz, ott van a Mepsuta. Tehát ez a mi előtt hajtok térdet, ki előtt hajtok térdet, miért hajtok térdet. Ezek izgalmas kérdések, és a Mepsuta pontosan annak a gyógyulóhely, hogy túlzottan megalázkodom, vagy nem tudom meghajlítani a térdemet, és túl nagy az önérzetem. Az ebből származó karmikus sebeknek a jelölője. A Vénusz alatt van a fantázia, tehát ezzel a fantáziádat, élj boldogul és próbálj jól működni. A desztenesen ott van Fólus, a négy generációval korábbi valamilyen történés. Azt is szoktuk angolul mondani, hogy the buck stops here, tehát itt megállítjuk a folyamatot. Tehát valamilyen olyan folyamat, ami legalább négy generációja zajlik, és most már elég. Hát gyerekek, Trianon még nem volt négy generáció, de a Trianont megelőző bakkorszak az igen. Tehát meg lehetne állítani most már itt az ellenségeskedést, ami velünk szemben történik. Úgy sem tudtok bennünket kinyírni és lenyőzni. Tehát
felejtsétek el, mi ott leszünk. Annál is inkább mi vagyunk túlban, ugye a titkok és a kincsek őrzői, tehát az IC-n, a gyökereken, ott van a túlban, óriási kincset őrzünk. Ez a drákó, ugye a sárkánynak az alfája, az egész sárkány csillagkép a titkoknak és a kincseknek az őrzője. Mesékben is, ugye a sárkány barlangjában léteznek azok a kincsek, amiket a hősnek felszínre kell hoznia, és az MC-n pedig a Vesztán kívül találod a Hannibált, azt a bizonyos hadvezért, aki ugye átkelt az Alpokon, tehát a kitartó, következetes vezetői képességek, a győzelem előszobája, Leonardo, a művész, a polihisztor, aki egyébként, akiről azt is tudni kell, hogy az összes előző inkarnációra emlékezett, legalábbis ő ezt állította, és két gyönyörű álló csillag, a Szadalacsbia, ami a vízöntőnek a gammája, a vízsugár, az urnából kiömlő víz, tehát az életvízének a szimbóluma, a megújulás, a létezésnek a szimbóluma, és a Deneb Adige pedig a hattyúnak az alfája, ez az a bizonyos kormányzó, amit mi úgy neveztünk, hogy kormányzó. Tehát ezek a trapéznak a szimbólumai, és akkor látsz, megint csak a jegyeknek a 25. fokán, ez a 25. fok, ez prominens volt már a napfordulónál is, a rák tehát a rákba lépés, a naprákba lépésekor is. Nagyon sok nem változott azóta, hiszen gyakorlatilag 8 nap telt el, és akkor láthatod azt, hogy van egy gyönyörű harmónia háromszögünk. Most ugyan akkor a Vénusz volt benne, most a Pallas Athéné közelíti meg, a Plutó Pallas Athéné, ugye ez a bölcs transformáció, most már a Neptunusz is retrográd, tehát abban a képletben csak két retrográd égitestünk volt, most már három. A Neptunusz a harmónia háromszögnek a csúcsa, és találsz két picike angyalszárnyat is, ugye az egyiknek az apexén a Mars Eris van a kosban, és benne van a Pallas Athéné Neptunusz, tehát a bölcs álmok megálmodója a drasztikusan megváltozó külső körülmények, háborús körülmények között. A másik kis angyalszárnak a Neptunusz az apexe, és a Szaturnusz Mars, ugye a következetes kitartó harcok állapota, tehát a légy következetes, tarts ki, és tiéd lesz mindaz, amit szeretnél. És akkor nézzük meg az ehhez tartozó transzcendens égitesteket. Menjünk sorba. A Pluton találod az Amicus, most már nem fogom elmondani, hogy ez micsoda, ugye a szent és a profán összeegyeztethetőségének a kentaurja, akkor nem érdekel, hogy mi történik, akkor is megharcolom, amit kell. A Saturnuson van a Deneb Algedi, nem összekeveredni, tehát ne összekeverjétek össze a Deneb Adigével, a Deneb Adige a hattyú alfája, és látjátok, és az MC-n volt, az MC-n meg a Vesztán, oké. Az Algedi, tehát a Deneb Algedi viszont a Baknak a deltája, méghozzá a Baknak a térde, az álhatatosság, a következetes, kitartó, kemény munkának a jutalma. A Neptunuszon látod a Héraklészt, a Herkulest, tehát látod a hőst, Héraklészt, a Dáriuszt, ugye a kincsőrzőt, a kincsteremtőt, Hermészt, a varázslót, és Témiszt, a bölcsesség szimbólumát, ez még mindig ugyanaz, mint gyakorlatilag volt. A Marson pedig Memphis-t látod, Memphis-t a hatalom székhelye. Gondoljatok úgy, hogy gondoljatok arra, hogy ha ez a háború folytatódik egész nyáron, mert pedig úgy tűnik, hogy a NATO eltörtélte, hogy ez akkor több évig, sőt lehet, hogy egy évtizedig zsáhúzódó háború, mellesleg ezek a tűzfészkek, ezek nem múlnak el. Tehát az emlékezet az hosszú, és a népeknek az önrendelkezésébe esett sorba, az mindig nagyon durván ott van. Tehát, hogyha az Európai Unió eldöntötte, hogy ez a háború sokáig fog tartani, pontosabban az amerikaiak eldöntötték, hogy ez a háború sokáig fog tartani, és az Európai Kretén Unió ebbe beleáll, tehát az rendben van, akkor ez sokáig el fog húzódni. Egyébként, hát csendben halkan felteszem a kérdést, hogy minek, tehát kik nekünk az ukránok, meg az orosztok, könyörgöm, mik közünk nekünk ez az egészhez, az egész európai közösségnek mi közelhez. Nem teljesen mindegy. Amikor a NATO lebombázta, hogy hívják ott, a szerbeket, mindenfajta felhatalmazás nélkül az jó háború volt, ez meg, hogy az oroszok megpróbálják megvédeni a saját embereiket, a saját oroszul beszélő hozzátartozóikat, az meg rossz háború. Menjetek a francba. Na jó, akik kitalálta természetesen. Tehát Memphis a hatalomnak a székhelye, ugye a tébai Memphis, és mint ilyen azt mutatja meg, hogy azt, hogy mi fog történni, azt a hatalomban döntik el, ez az egyik angyalszárnak a csúcsa. És akkor a
Parasatinél viszont ott van, megint csak Feton és memória, emlékezt, hogy egyszer már összedöntött, már sokszor összedöntöttük a világunkat, hányszor akarjuk még összedönteni? Tehát még hányszor akarjuk összedönteni? És mindez az algolon, ugye, ami a Perseusnak a bétája, és ez azért lényeges a számunkra, mert az algol egy nagyon-nagyon rossz sajtójú, rossz hírű csillag, de csillag nem hozhat rosszat. Ez egy ilyen hunyorgó csillag, ugye az algol, algul arabul azt jelenti, hogy a démon, és az algol az összes nehéz női életeknek a gyógyuló helye. Tehát az a tény, hogy pont a Pallas Athéné került most az algolra, még 4 évente ott van, az azt mutatja meg, hogy a női bölcsességet lehet elővenni, azokat az ősi női tudásokat, amiket általában boszorkányságnak, meg egyéb csúnyább jelzővel illették annak idején, és amit ugye mindig megtoroltak, és mindig bántottak bennünket miatta. Ez az, amit most elő lehet venni, bölcsen, ha emlékszünk arra, és ha nem akarjuk, hogy újra elpusztítsák azt a világot, amiben benne vagyunk. Ez tehát a rák újholdnak az energia mintázata. Boldog újholdat, foglalkozzatok a családotokkal, menjetek el nyaralni, élvezétek a napsütést, szedjetek gyümölcsöt, töltekezzetek meg vitaminnal, figyeljetek oda egymásra, magatokra, a családotokra. Sziasztok!